Miért nem hívott mondjuk egy étterembe? Szűz anyám! Eddie! De mi lesz már? Eddie! Erősebben, ne simogat! Eddie! Én vagyok Jack Fine! Beszélni akartál velem? Pészkel! Mondtam is magamnak idefele, fogadok, ez az Eddie fiú a kölcsönről akart tárgyalni. Nincs rossz dolgod, öregem, irigyellek. A szerdeszemek a lelket is kiverik belőled. Legalább nem nyom annyira. Mi van a pénzem? Na látod, ezt szeretem benned. Nem locsogsz, nem dumálsz mellé, rögtön a lényegre térsz. A pénzemet akarom. Meg is értelek, végül is a te pénzed. Az üzlet, nem igaz? Gőz! Mennyiben is rúgok? 150 ezerrel? 1 800 000-re. 1 800 000-re? 1 500 000-re? Tényleg ilyen sok lenne? Rádobtál azért egy kis kamatot, ha? De az nincs annyi. 1 500 000? De csak nincs nálam. Akkor elveszem az üzletet. Edi, könyörgök, adj egy kis haladékot! Elég legyen már, mit hazonáztok itt! Edi, várj! Edi, ne csináld ezt velem, adj még egy hónapot. Jól van, akkor csak 2 hetet. Az üzletet elveszem. Jézusom! Az anyád, Edi, tekintélyes méreteid vannak. A kölyködet beveszem az üzletbe. Micsoda? Jól hallottad? Eddie, te nem tudod, mit beszélsz. Friss vér kell, ő lesz. Eddie, a ti a egyetemi tanár, halvány tinga nincs a ruhákhoz, ne kedem bele. Nyugi, a fiúk már el is indultak érte. Elindultak? Eddie, az Isten szerelmére nem bánhatsz így az egyetlen fiammal. Nem. Eddie, miért csinálod ezt? Hát van neked szíved? Nem bűnhődhet az a kölyök az apja helyett. Soha nem bocsátja meg. Eddie! Yeah.